Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a Coyote-nak fogjuk megnézni az Antifog nevezetű páramentesítő termékét, amit egyik nézőmtől, Jánostól kaptam, úgyhogy ismét nagy köszönet Jánosnak érte. A leírása szerint csak fel kell vinni egyenletesen a felületre, hagyni megszáradni, majd egy száraz mikroszálas kendővel visszatörölni az egészet. Most az, hogy egyenletesen vigye fel a felületre, azt nem írja, hogy hogyan, hogy most csak arra gondoltok, hogy felfújni és úgy hagyni megszáradni. Úgyhogy amit én most fogok csinálni, az az, hogy egy másik mikroszálas kendőre fogok fújni belőle, és azzal viszem fel a felületre. Értelemszerűen, mint ezeknél a páramentesítő folyadékoknál lenni szokott, ki fogom hagyni a két hátsó utas oldali ablakot, meg a hátsó szélvédőt, mert azért valahol a párának ki kell rakódnia, úgyhogy csak a két első ajtón és a belső szélvédőn, első-belső szélvédőn fogom alkalmazni. Csapassuk!
Nos, fiúk, lányok, egyelőre ez volt a Coyote Antifog nevezetű páramentesítő. Majd most jöhet a tesztje, rakok majd be képeket az összesítésnél. Egyelőre annyit tudok mondani, hogy az illata az, hát úgy se nem kellemetlen, se nem nagyon kellemes, így valamilyen. Van neki valami kis illata, de én inkább a semlegesnek mondanám. Valamint, hát felvinni ugye egyszerű volt, a visszatörlésnél azért kellett egy kicsit izmozni. Át kellett törölni azért jó pár szó a felületet, hogy lejöjjön róla. De ezt leszámítva, egyelőre rendben, meglátjuk, hogy hogy teszi a dolgát. Úgyhogy nekem most jön egy jó pár nap, valószínűleg hét, nektek meg mindjárt itt is van az eredmény. Nos, fiúk, lányok, ez volt a Coyote-nak a hát ilyen pára mentesítő vagy párásodás gátló folyadéka. Majd rakok mindjárt ide ki össze-vissza mindenféle képeket, hogy hogy teljesített. Hát nem is tudom, hogy hány hetet? Hát heteket az biztos, de lehet, hogy volt az még több, mint hónap is. Na mindegy, tehát várnom kellett arra, hogy olyan idő legyen, hogy elkezdjen bepárásodni az üveg. Úgyhogy látjátok itt a képeken, hogy hogy teljesített. Én igazából meg vagyok vele elégedve, hozta tőle elvártat. Úgyhogy nyugodt szívet tudom ajánlani a terméket. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókra. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!